Helfried Kárt, Ausztria pozsonyi nagykövetét fogadták e héten a város vezetői. A diplomata, aki külügyi és nagykövetségi tanácsadóként is dolgozott azelőtt, és magánemberként már járt Komáromban, először városunk történelmével ismerkedett. Megtudta, mikor kapta városi, majd szabad királyi városi rangját, hogy itt született Lehár Ferenc zeneszerző, hogy Komárom első írásos emlékei 1100-ból származnak, hogy városunk mindig is a tágabb régió jelentős települése volt, és a két Komárom területén fekszik az erődrendszer, amely egységes egészet alkot. A találkozón elhangzott az is, hogy Komárom számára komoly kihívást jelent a munkanélküliség, ezért együttműködésre törekednek a nagykövetséggel, illetve az osztrák kereskedelmi kamarával. Komáromnak jó tapasztalatai vannak az itt működő osztrák cégekkel, ezért jó lenne, ha nagyobb számban érdeklődnének itteni beruházások iránt, hiszen városunk jól kiépített infrastruktúrával rendelkezik. Helfried Kárt úgy fogalmazott, segíteni fog e törekvések elérésében.